hozzánk jár egy román tanár, aki tanítja nekünk is a nyelvet, mert kell a román nyelv ahhoz, hogyha a Romániába szeretnél érvényesülni kell. Tehát lehetsz bükkfej, székely, de most csak ez így zárójelbe tényleg is maradjon köztünk, de kell beszélni úgymond az ellenség nyelvét. És amúgy nekünk pozitív csalódás, tehát a sztereotípiák nem igazak, tehát rengeteg jó fejember van a románok között, így mint embert, így megismertük őket, és így mi is előítéletekkel jöttünk, de úgyhogy kell a román nyelv. És ezt mondja a székely, mert ti székely. Igen. Okay. Mi origi székelyek, tehát így nem vagyunk kevert faj. Az útjaink keresztezik egymást, de egyedül jövünk a világra, és egyedül is megyünk el, úgyhogy lényegében szerintem hosszan kíséri az életünket egy fajta magány. De hál' Istennek a jó Isten nagyon jól teremtett meg minket. Úgyhogy mindig az utunkba hozza azokat az embereket, akik valamiért hozzá kell tegyenek, vagy elvegyenek akár az életünkben. Vagy tanítsunk egy kicsit. De a magány az kell. Talán. Esteledik. Gyergyó új faluhoz érkeztem. És hát igen. Itt már ismét 11 fok van, nemrég vihar volt. És most megyek a szállásomra, Balánbányára, ahogyan említettem korábban is. Ez egy kemény hely. De vannak ott barátaim ott is, akikhez jó visszamenni. Egy kedves fiatal srác is van ott. Sokára megismeritek őt is egy picit. Ez könnyű viszonylag, oké? Okay. Rendben. Ez pedig a kamerás cuccok. Akkor sikerült megérkezni az Angyalok völgyébe, Balánbányára. És akkor nézzük a következő állomást. Ahol az ablak alól kell elűzni a medvét. Gyertek, medvék! Csak hűhó, semmiért! Na, hol vagytok? Sokan kérdeztétek, hogy milyen a való világ egy ilyen furcsa szerzetnek, mint én, egy ilyen szabad filmesnek. Úgyhogy, hát ez. A reggeli a hideg pizza, amit a drága Déva Jasszalos mester, rádió stúdió tulajdonos barátom adott ajándékba nekem tegnap Marosvásárhelyen. Az éjszakai hőmérséklet mínusz 1 fok voltként. A belső hőmérséklet ebben a blogban, fűtés és melegvíz nélkül ugyanisak elég hűvös volt, úgyhogy éjszaka sikerült ebben a joggingomban aludni, meg sapkával. De azért ez még mindig luxus körülmény nekem, mert amikor például Afrikában, vagy a Közel-Keleten kellett filmezzek eddig, vagy egyéb helyeken, hát azért, na, ez itt azért nagyon jó. Társaim, a szokásos 5 darab csomag, hátizsákok, amiben benne vannak a kamerák, drónok, stb. Úgyhogy sűrű nap lesz, itt van a közelben Csíksomjó, Csomortán, Csíkszenttamásfalva, hogyha jól emlékszem, és egyéb helyek, ahova várnak engem. A régi barátok és lehetséges új barátok. Május 10, szerda reggel, folytatom a vloggolást, és ugye mínusz 1 fok van még mindig. Itt a bizonyíték, úgyhogy
Hát igen, ez is egy érdekes nap lesz. Mindjárt megyek drónt reptetni, remélem, hogy a rotorok nem fognak lefagyni. Na, megyünk kukoricát venni, mert a mangalicák kezdenek kifogyni belőle. Úgyhogy követem Csaló barátunkat. Nimród, a fiatal titán már az autóban van Csabával, úgyhogy hamarosan őt is fogjátok látni. Hát itt Balánbánya egyik végén megyünk föl a nem tudom hova. Igen, kezdődik a játék. Nem kéne elállni. Nehéz volt a zsák? Jövök vissza később. Mangalicáknak a táplálék fölvétele megtörtént. Visszük a kukoricát. Hát ilyen utakon megyünk most. Korrekt. Szóval, ami most történhetett. És hogy jött ez az üzlet, hogy mangalica pont? Ez nem üzlet. Nem, ötlet, ötletet mondom. Hogy jött az ötlet? Az ötlet úgy, hogy Nimród valahogy megérzi a bolti húst. Nem tudom, hogy hogy csinálja, de nem veszi meg egyáltalán. Csak a házit. Értem. És akkor úgy döntöttünk Timivel. Nem, hogy már vegetáriánus neveljünk a gyermekünkből. És így történt az, hogy a medve erre felé kúszált? Igen. Na. Az igen. Szevasztok! De. Gyönyörűek. Vigyázz, Nimród, a villany. Gyere, Nimród, beszéljünk. Nimród itt tanulja a kukoricaszokás. Értem. Na dobjad, mehet. Úgy, ugye? Szuper. Ugye azt azért tanúsítsátok létszeres, hogy most 0 fok van körülbelül, mert még hajnalban 5 órakor... Gertő csak Ficinek más a hőérzete. Köszönöm, te itt születtél. Érted? Friss idő van. Fici, friss az idő. Friss az idő, fel meg hóharmatos. Ugye? Gondoltam, hogy elküldünk egy drónt arra felé, de hát most még korán van ehhez. Elhinnéd, hogy ott hegyek vannak? Ja. El, mert már jártál. Nem, igen. És ahogy korábban mondtam már, ez egy nagy kísérlet számomra, hogy ezt az egész egy hetet egy telefonnal próbálom végig dolgozni, filmezni. Van nálam persze 2 kamera tartalékba, de a lényeg az, hogy kíváncsi vagyok, hogy fog ez működni. 5 malacsal kezdtük meg a sertéstartásban, amint látod, már csak 4 van belőle. Igen. Ott jött be, annyira okos állatunk van, hogy lehúzta az ágakat, ráhajtotta a kerítést és az ágakat a villanypásztor, és úgy mászott át. Az okos állat, az a Maci most, akivel beszélsz. Ez a Maci az okos állat. A disznó az csak serény volt, mert addig futott körbe, hogy csak egyet tudott elkapni végül. És azt mondtad, hogy csak megkóstolta a mangalicát, és ott hagyta szegényt. Tulajdonképpen ez bosszantott fel a legjobban. Az is idegesített, ha megeszi az egészet, de akkor legalább tudom, hogy éhes volt, és csak megölte. Hoppiból, én úgy láttam. Csapó 2, most felvétel. Ez már azt hiszem az 5. csapó, de nem... De jó. Velünk szemben van itt egy ilyen elég érdekes kőfejtő. Jaj, hát itt rezett bányásztak nagyapám, még egész 2006-ban zárt be a bánya, bár nagyapám morra bent el nyugdíjba. Rezett. Rezett, igen, így a 800-as évek végétől kezdték a részbányászatot itt Balánbányán. És hát most már ez a kis emlékecske maradt meg róla nekünk. Értem. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk, nem? Így van. Szokták mondani malacok, csak valahogy másképp hangzik ilyen. Nos, Csabi mondta, hogy a következő lépés az, hogy óvodába kell vinni Nimródot, és utána megyünk az éttermükbe, azon egy team meeting lesz, egy napi reggeli eligazítás, úgyhogy hát hajrá! Na, ez volt az óvi, Nimród már be is rohant az óvodába, a kedves papa már aggódva figyeli a szituációt. Lányok gyorsabbak voltak. Lány... Mitka! Ezt nem vettük fel a kódokat, oké. Megváltoztatok.
És itt a Maci. Akkor most figyelj, fiatalok. Ő, aki most lent takarítja a porszívóval a szőnyeget, ő nem egy takarító és nem egy alkalmazott, hanem a étteremnek az egyik főnöke, a főnökasszony. Úgyhogy voltak érdekes sztorik ennek kapcsán is. Hát ez ilyen. Sokszor sok minden Marinéni, miért jönnek oda? Üljenek ide nyugodtan. Tessenek jönni, nem harap a kamera, pláne nem a telefon, meg én se. Csak ez a Manfrotto. Tehát itt vagyunk a reggeli eligazításnál, amikor mindenki, amikor megbeszélik, hogy hogyan kell eltenni a hét, a nap, mire kell fölkészülni. Csak így kezdődik náluk a nap. Egyre kevesebbet fog beszélni a hangom, pocsék. Zseniális. Te amikor itt voltál, akkor ez még bárpult volt, ugye? Telefonok szedjük össze valamit, elvesztettem a pórázomat. Csaba, említetted korábban többször is, amikor privátban beszélgettünk, hogy azért te egy-két dolgon átmentél, ami nem mindennapi. Tudnál erről megosztani néhány dolgot a közönséggel, hogy lássák, hogy azért nem mindig fönt van az ember? Ezek teljesen hétköznapi dolgok voltak igazából. Rossz döntések sorozata. Lényegében kóstolgattam az életet, úgyhogy volt szerencsém a híd alatt álomra hajtani a fejem már, amennyire lehetett aludni. Úgyhogy... Magyarországon volt ez? Igen. Mit kerestél Magyarországon akkor? Én igazából önmagamat. Hát azért... Nem tudom, hogy honnan kellene elkezdjem ahhoz, hogy ez egy kerek történet legyen. Mert... Ez tulajdonképpen egy örökség is. Hát... Drága édesanyám is nagy tűzön ég, még mind a mai napig, hál' Istennek. Úgyhogy én nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az, amit akarok az élettől, és aztán kellett kapjak egy pár pofont az élettől ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nem jó dolgokat kezdtem el követni vagy keresni, viszont a gondviselés ott volt mindig mellettem, tehát így mindig nagyon szerencsés voltam, mert mindig az utolsó percben mentem el az adott helyszínre, aztán utána balhé lett, vagy pont átgondoltam, hogy tényleg megcsináljam ezt az ostobaságot, vagy nem, és mindig valahogy úgy szerencsés voltam így az életben, de valahogy mindig valami hiányzott, és akkor rájöttem, hogy azt hiányzik, kell egy társ mellém, aki amikor a földön vagyok, felemel, vagy amikor éppen repülök, akkor visszalehúz a földre, hogy úgy az igazi életet éljen meg. És mit tudnál tanácsolni a te tapasztalatodon keresztül a mostani itteni fiataloknak itt Székelyföldön, hogy egyetértesz azzal, hogy fontos, hogy az ember menjen világot látni, de azért jöjjön vissza, vagy maradjon, vagy ez már veszett fejszegyere, vagy el se menjen, neked mi most az arcpoétikád? Nézd, én szerintem nekem jót tett az, hogy én a 20-as éveimet csavargással töltöttem el, egy hátizsákból éltem az életemet. Körbe utaztam Európát, tapasztaltam sok mindent. Szerintem ez egy hasznos tudás, de ez attól függ, hogy milyen típusú ember vagy. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek való ez a dolog. De én azt mondom, hogy érdemes, tehát fiatal felnőttként érdemes egy kicsit belekóstolni a nagyvilágba, hogy azért mégis milyen. Tehát más emberek hogy gondolják, hogy csinálják, miért csinálják, hogy egy kicsit tapasztalni. Bár én nem tudatosan csináltam, csak úgy sodródtam az élettel, de így visszatekintve azért nagyon sok mindent megtanultam, hogy tőlünk nyugatabbra miért olyan az élet, amilyen, nálunk miért olyan, amilyen. És aztán ebből így lemondtam a tanúságot, hogy a saját életem, de is próbálom a legjobbat kihozni magamból. Mi az oktatást tartjuk egy fontos dolognak, tehát hogy az utánunk jövő generációnak próbáljuk elmondani azokat a hasznos dolgokat, ami kell az élethez. Nagyon fontos az iskola, tudjuk, viszont az iskolai tanulmányok még
Én nem sokat használtam fel a belőle. Kellenek a gyakorlati tudásoknak. Tehát például az, hogy hogyan adózol, vagy egyáltalán mi az a hitel, vagy mi az a pénz egyáltalán. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nem tanítanak meg az iskolában. A gyermek nagyon sok mindenre megtanít. Tehát hogyha figyeled a gyerekeket, hogy ők hogy élik az életüket, fantasztikusak. Tehát én igazából azt látom a saját gyerekeim is, hogy én csak napról napra elrontom őket. Tehát így kezdem nekik mondani, hogy így a szabály, úgy a szabály, úgy a szabály, ezt így ne, azt úgy ne. De ők tiszták, ők érzik, ők tudják, hogy mi a jó és mi a rossz, tehát ösztönösen. És én nagyon örülök, hogy lettek gyerekeim. Ha tudtam volna, hogy milyen hatással vannak rám a saját gyerekeim, sokkal hamarabb kezdtem volna gondolkodni a család alapításon. Megoszthatod a nézőkkel, hogy mennyi idős vagy? Én 38 éves vagyok. Tegnap, amikor megérkeztem hozzád, én az étteremre emlékeztem, és azt mondtad, hogy fricikém, a benzinkútnál álljál, meg ott leszek. És most a kontraszt kapcsán én ezt nem értem, hogy ahol most fogunk megérkezni, ahova megérkezünk, hogy a fenébe manifesztálódott az életedben. Hát, tulajdonképpen a vállalkozói életemet a büfékocsival kezdtem el, tehát én dolgoztam benne, és most már azért elég régóta, egy 2-3 éve parkolón volt a büfékocsi, aztán hát egy Timivel egy nap, úristen, hát van nekünk egy büfékocsink is, amiért ne csinálnánk azt is, az végülis az is a miénk, és mint valami, hogy is hívják. Nem tudom, mire gondolsz. Segítenék. De ilyen zabi gyerekként kezeljük, hogy hol vagyok én. Közben itt vagyunk, közeledünk. Igen. Közeledünk. Ez egy Rom Petrol nevezető, igen, és ott van a büfékocsi. Hoppá. Ezek a nagy dolgok. A püspök falat. Így van, püspök falatnak hívják. Én meg rögtön lepüspök kenyereztem, mert édesanyám mindig püspök kenyeret csinált nekem, de ez püspök falat. Oké. Okay. Hát, lehet, hogy elférünk, lehet, hogy nem. Biztos, hogy elférünk. Múlcumeszk. Kész. És itt vagyunk a püspök falatnál. Akkor nézzük meg, hogy mi újság. Szuper. Nagyon jó. De úgy akarta a főnök a húslevesbe, legyen benne ott a cél, a laska, a hús, és az öt borsot. Mondom, na, az öt borsot, tiszta magyarországi, na. Azok tahosok, na. De igazából az van, hogy itt egy kicsit mások a táplálkozási szokások, hogy hogy vagyok. Mások a tradicionális ételek. Okay. Tehát nálunk a tyúkos leves gazdagon nem tartalmaz zöld borsot. Úgyhogy Mari néni ezért volt, hogy kicsit kikelve magával. Nem akartok megsészteni a magyarországi magyarokat, tehát ez tény, ugye? Nem, egyáltalán. Jó, ezt megbeszéltük. Az áruszállítókhoz okay. is a telephelyükre is kijártam, megnéztem konkrétan az árukészleteiket. Sőt, a vágóhidakra is jártam, akikkel együtt dolgozni, megnézni, hogy milyen körülmények között dolgoznak, hogy dolgoznak. Rengeteg szimpatikus cég van itt Székelyföldön, akik nagyon-nagyon magas kvalitással dolgoznak. Ha van egy jól menő vállalkozásod, egy olyan időszakban, amikor jól megy a gazdaság, akkor mindenki azt hiszi, hogy nagyon jó vállalkozó. Viszont ebben az időszakban, amit például most is élünk, ugye, az infláció, ezek a ránk tett dolgok, a nehézségek, és ezt nem mindenki kezeli jól, és például akiket láttál, gondolom, hogy melyik cégről van szó, ők konkrétan tudom, hogy fali mentet mentek, tehát az a Szentücsődbe mentek ők, tehát nem volt jó a pénzügyi menedzsmentjük annál a cégnél, ez konkrétan tudom, hogy nálunk ez volt a probléma. Úgyhogy ez például nekem is nagy kihívás, tehát ez a pénzügyi részét is megtanulni. Tehát amikor jól megy, akkor kell gondolni azokra az időszakokra is, amikor valószínűleg nem fog jól menni, és ez mindig így megy, mert mindig hullámzik, tehát egyszer fenn, egyszer lenn, egyszer fenn, úgyhogy a lenti részekre mindig kell egy mentő mellényt bedobni. Amikor így jól megy, akkor egy mentő mellényt dobjál be magadnak, hogy a nehéz időszakokat is ér túl. Nem tudom, most még benne vagyunk a nehéz időszakban, remélem, hogy átvergődünk mi is ezen a dolgon. Igyekszem a nálamnál sokkal okosabb embereknek a tanácsait követni. Úgyhogy hogyan kell a pénzügyeimet rendezni a vállalkozáson belül.
úgy. Nem mindenkinek sikerül, sajnos. Értem. Miközben megérkeztünk, Madarasnál vagyunk, igen. És úgy látszik, hogy itt egy temetés van. Úgyhogy... Na. Igen, ilyen is van. Most nem jutás. Ez a sorba, és az eltolta az egészet egyel odébb. Igen. Na, jó. PTA-back. Hol fogunk megnézni? Melyik én vagyok a szakácsné. Én azt tudom. Hát... Annyira kedves ön, Hézánk, hogy egy ebédét kiszolgálok. De drága tetszik, hát nagyon szépen köszönöm. Hogy látod te a földieidet? Kicsit pontosítanál a kérdésen? Nem. Hogy látom a földieimet? A népedet. Ezen egy kicsit meg kell gondolkozzak. Van idő. Kreatívnak látom őket. Hát tényleg egy szekcs, egy darab drót szinte mindent elintéz. Nem szép, tehát nem nyugatiasak a megoldások, viszont minden praktikus. Tehát leegyszerűsítve talpra esettek. A másik meg, hogy azért érzek egy... Tehát ugye én is nem régóta vagyok ismét aktív itthon élő, de érzek bennük így lelkületileg egy olyan kihez is tartozunk című kérdést, hogy ez a senkinek se kellettünk, csak egymásnak típusú dolgot. Tehát úgy ide beszorult a székelység egy kicsit. Ugye volt időszak, amikor nem nagyon lehetett számítani külső segítségre, és igazából ezzel nagyon gyönyörűen megtanult együtt élni a székelység, és egyébként ez egy nagyon nagy dolog, hogy bármekkor erőfeszítéseket is tettek eddig, nem bírták összeolvasztani a két népet teljes mértékben, bár mondjuk most már azért elég jó úton járnak, de... A másik... Kezd egy kicsit a nyugat azért ide is így begyűrűzni, tehát korábban mindig úgy voltam vele, jó, Románia, ha... Ami Magyarországon megy, az itt majd csak 10 év múlva, ez nem igaz, de nagyon-nagyon sok dologban megelőzte Románia Magyarországot, és ugye a székességben is a fiataloknál lehet látni, hogy egy kicsit úgy az a tradicionális székelylét azért az már kezd torzulni egy kicsit. Amit én bánok, bár én sem vagyok tradíciótartó. De szeretném ezt felelemente, és hál' Istennek itt azért van a környéken nagyon sok olyan ember, aki egyrészt tisztában is van a tradíciókkal, műveli is ezeket a dolgokat, oktatja is ezeket a dolgokat, úgyhogy büszke vagyok rá, hogy ilyen embereket tudok, hogy ismerhetek. Például a táncoktatás az egyik. Nagyon szeretném, hogyha gyermekeim elkezdenék lassan a tánc tanulás, mert azért az egy nagyon összetett dolog, tehát ez egy udvarlás. Mint így kiderült, én nem tudok táncolni, tehát van két, ha így fel van ütve a fenekembe, aztán azzal topogok néha. Timi nagy örömére, mert ő nagyon szeret táncolni, és sajnos én nem. Ezt így nagyapámtól örököltem, de majd aztán mindjárt meglátod, hogy kitől örököltem én ezt a dolgot. Na úgyhogy hogy látom a népemet? Kemény emberek a székelyek. Na, van is ez a mondásunk, kitartás oldalas helyenes. És azért kitartanak oldalas helyenes, tehát a székely nem hajlik, csak törik. Igen. És szerinted megvan az a veszélye ennek az egésznek, hogy már ez egy nagyon nagy tabu most itthon is, már itt Erdélyben, meg Magyarországon is szinte, még sörözés közben se hajlandóak nekem válaszolni az őslakosok, tehát itt a magyarokról beszélek. Hogy lehet, hogy mégis mi el fogunk innen tűnni, hogy az nagy olvasztó tégelyben föl fogunk olvadni, és nincs visszaút, és mi már lejátszottuk ezt a nagy ezer éves dolgot, és most mi már parkoló pályára kerültünk. Vannak fiatalabb,
népek, akik most jönnek föl körülöttünk, most habzsolnak körülöttünk, mi meg mások vagyunk, ők mondják, hogy másoknak vagyunk, jobbak, bölcsebbek bizonyos szempontból. Ezt mondják a románok sokszor nekem privátban, hogy hogyha autót akarnak javítani, akkor a magyarhoz viszi, vagy hogyha meg kell csinálni valamit, és hogyha bizalmi dolog, akkor inkább a magyarral kezdi. Tehát most a 3 év alatt én sok mindent láttam volt dolgokat a szorványban, de itt is, hogy szerinted ez egy ilyen folyamat, hogy mint egy nagy vállalatnak is van egy kezdő, egy kifutó, meg egy leszállóága, hogy lehet, hogy mi már leszállóágban vagyunk, és nem vagyunk helyen, akkor ezt elfogadni? Nézd, ez nagyban fog múlni rajtunk is, hogy mi az, amit továbbadunk a gyerekeinknek, tehát az élni akarás mennyire tudjuk továbbadni, mert azért látványos, hogy sokan úgymond feladják az identitásukat. Tehát sokkal kényelmesebb, hogyha beállsz a fő sodratba és csinálod, amit csinálnod kell. Szóval kemény dolog megtartani az identitásodat, szerintem. És hogy ez mennyire fog sikerülni, hát ez most rajtam is múlik, hogy a gyermekeimnek mit mondok el, hogy mitől székely a székely. De ezt még én is tanulom. Csaba történetéhez az is hozzátartozik, hogy most tudtam meg tőle, így kamerán kívül, mert nagyon szerény ember, hogy itt Balánbányán 17 családot támogatnak, kivisznek ételt hozzájuk. Most egy ilyen szervezési malőr miatt most ő visz ki két családhoz ilyen ételeket. Igen, az utóbbi években azt is megtanultam, hogy itt a székelyek nagyon összetartanak, és tök jó, hogy van ilyen is. Úgyhogy, na, ez is egy üde szín volt a mai nap kapcsán. Mi végre vagyunk a világon. Hogy valahol otthon legyünk benne. Zseniális. És mi végre vagyunk a világon? Nem tudom. Nem tudja? Oké. Okay. Csaba, mi végre vagyunk a világon? Nem tudom, talán, hogy teljesítsük azt, ami ránk van szabva. Felismerjük, amit cselekednünk kell. Uh-huh. Valahol otthon legyünk benne, azért ez így jó. Hogy látja a székelyeket most, a mostani székelyeket, népét? Mert talpra esettek. Ha engem néz, akkor biztos. Azt, hogy a székely nem hajlik, hanem törik. Az miért van az? Nem tudom, hogy miért van. Kicsit gerincesebb. Gerincesebbet, értem. És az a 600 ember, aki a keze alatt dolgozott itt fent a bányában, azok mind székelyek voltak? Nem. Az egész országból. Értem. A székelyek, akik itt volt a kezdetben, székelyekkel kezdett a bánya működni. Aha. De sokan meghaltak, többek között apám is. Szilikózisban is visszavonultak. Lassan kezdték átadni a helyet másoknak, akik nem tudták erről a betegségről semmit. Na, nekem is azt tanácsolta apám, hogy lehetek akármi, csak bányásznak. És úgy történt, hogy bányász lettem én is. Értem. Na, és nem bántam meg. Nem, a sogorom azt mondogatta valamikor, hogy jobb egy évig sas, mint 10 évig arzs. Mi sasok voltunk, úgy éreztük akkor magunk. De jó. Hát ez kemény munka bányászat. Most 3-an vagyunk ilyen korúak, akikből az egyedül én vagyok, aki bányába járt. Uh-huh. Balánbányán 3-an vagyunk. Uh-huh. És az orvosnak is mondtam, hogy annyira vigyázzon rám, hogy különleges példár vagyok. A kedves vendéglátóim most szóltak nekem, hogy ebben a zöld házban, családi házban forgatták egy nagyon fontos jelenetét az Angyalok Hölgye a Valen című mozifilmnek. Tehát valahogy a sors ide is elhozott, hihetetlen, hogy én kíváncsi voltam az egész út alatt, hogy vajon a rendező kolléga milyen helyszíneket választott ki. És miközben itt most megvolt a beszélgetés, így a végén hazafelé Csabával, kiderült, hogy ez az a ház, amit most láttok. Az egyik jelenet, Csaba azt mondta, hogy lehet, hogy ki fogom sípolni, hogy a k***nek a meggyilkolása, mindegy, de itt történt. Úgyhogy ez már egy film történeti helyszín.